minden fejben dől el, mert most nem csak játéktudásban, hanem mentalitásban is erősebbek voltunk. Hogy láttad? Így van, fejben is eldől. Azért, hogyha fejbe meccs előtt nem így készültünk volna, vagy nem így álltunk volna hozzá, biztos, hogy sokkal nehezebb, nyögvenyelősebb lett volna ez a mérkőzés. Nagyon kemény mérkőzésre számítottunk, de tudtuk, hogy ha csapatként együtt működünk, akkor ez menni fog. A decemberi Európa-bajnokságon is nagyon jól ment neked személy szerint a játék a szerbek ellen, és most is. Ezek szerint szeretsz a szerbek ellen játszani? Így van, ebben bíztam, hogy itt megtaláltam a csapatomat. Tényleg nagyon-nagyon örülök, hogy győzni tudtunk. 2009-ben húztam magamra először a magyar válogatott mezt, és most mondhatom el először, hogy kijuttottunk az olimpiára, úgyhogy ez egy hatalmas dolog nekem, és én mindig olyan extázisban vagyok, hogy hihetetlen. Sokat álmodoztál az olimpiáról? Nagyon-nagyon sokat. Gyerekkorom óta ez volt a vágyam. Tudtam, hogy miért jövök ide, miért akarok, vagy miért küzdök, miért harcolok, és most sikerült, eljött ez az idő. És végül azt áruld el, hogy a meccs alatt tervezted, hogy egyre messzebbről lősz kapura? Az elején ugye néztük videón őket, és láttuk, hogy az elején nagyon zártan maradnak, akkor még közelebb tudtam menni, de ahogy egyre ők is jöttek feljebb, akkor én is mentem távolabb, nyilván így egyszerű volt a dolgom, persze Gábor mondta, hogy ennyi. Jöhetnek az oroszok? Jöhetnek az oroszok, nyilván holnap egy felszabadult játékot fogunk játszani, tényleg már tét nélkül próbáljuk magunkba kihozni a legjobbat, a maximumot. Este azért csak csaptok valamiféle ünnepséget a szállodában? Hát azért holnap még mérkőzés van, nyilván azért bizonyos keretek között fogunk ünnepelni, hiszen nagyon nagy dolgot értünk el, de holnap még azért mérkőzés van, nem szeretnénk, ha bárki is megsérülne.